két halálos áldozatot is követeltek az erdőtüzek, amelyek napok óta pusztítanak Spanyolországban. Egy tűzoltóét és egy pásztorét. Az ország északnyugati részén található Zamora tartományban egy gazdálkodó is eltűnt az erdőtűz által érintett területen. A hatóságok nagy erőkkel keresik. Több tucat falu lakosságát kellett evakuálni a térségből. A hegy elhanyagolt, tele van gazdal, mondja ez a tanuló. Úgy tűnik, nem tudják, hogyan kell eloltani a tüzet, mert még soha nem fordult elő, hogy Sierra de la Culebrában ennyire elharapózott volna. Egy hónapon belül ez a második tűzvész. Az északnyugat spanyolországi Galíciában 30 falu lakosságát evakuálták az erdőtüzek miatt. Különösen a közép-galíciai Folgozó de Cuarel és Valdeorras térségében, ahol több mint 7900 hektáron pusztítottak a lángok. Idén júliusban négyszer akkora területet égettek fel az erdőtüzek Spanyolországban, mint amekkora a 2006 és 2021 közötti időszak átlaga volt. Ezt az Európai Unió Copernicus földmegfigyelési programjának műholdjai állapították meg. Hatalmas erdőtűz ütött ki hétfőn a nyugat-franciaországi Bretagne-ban is, amely órákon belül több mint 150 hektárt égetett fel. A délnyugat-franciaországi Gironde régióban a heves erdőtüzek tovább terjedtek a száraz fenyőerdőkben, ezzel meghiúsítva több mint 2000 tűzoltó erőfeszítéseit. A térségből több mint 37 ezer helyit és turistát evakuáltak a tüzek egy héttel ezelőtti kitörése óta. Az éjszaka nagyon nehéz volt a Gironde-ban lévő több mint 2000 tűzoltó számára, mondja helyszíni tudósítónk. Az erős széllökések több oldalról is tovább szították a lángokat, így a tűzoltóknak állandóan mozogniuk kellett. A munkájukat ugyanakkor várhatóan megkönnyíti, hogy kedre enyhült a forróság a régióban. A hőmérséklet 14 és 20 Celsius fok közé süllyedt.